Az elviterében a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit szoktuk bemutatni. Ezúttal viszont olyan szövegeket hoztunk, amelyeknek nincs szabadosság ideje. Én Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár történet. Elviter. Amikor az 1680-as évek elején a korabeli magyar politikum évszázados vágya találkozott egy hasonlóan régóta dédelgetett oszmán stratégiai terv sikerével, Egyetlen rövid pillanatra szinte mindenki elhitte, hogy tököli imre lehet az az ember, aki végre valahára egyesíteni tudja a három része szakadt országot. Hogy ez mégsem sikerült neki, ennek elsősorban rajta kibillállókai voltak. Ugyanakkor a későbbi, fokozatosan szűkülő mozgástere nem csökkentette az ambícióit. Idővel azonban a ténykedés inkább már kárára vált annak az országnak, amelyet eredetileg megmenteni lett volna hivatott. Lentár Balázs elbeszélése a HVG 360-on futó Hősök vagy Gonosztevők című sorozatból. Az 1606-ban véget ért, 15 éves háború után, legalábbis ami a Habsburg-török viszonylatot illeti, egy hosszú, hivatalosan békés időszak következett. Ám a 17. század 60-as éveire ismét kiújultak a harcok, amik szépen lassan 1663-ra nyílt háborúvá terebélyesedtek a két nagyhatalom között. Az 1664. augusztusában a Rába partján Szent Gotthárd és Nagyfalu között kivívott keresztény győzelem után egy pillanatra az is ijetővé sokak számára, hogy eljött az ideje a hódoltsági területek felszabadításának és a három része szakadt Magyarország egyesítésének. Nagyobbat nem is tévedhettek volna. A magyarországi szintére addig példátlan győzelmet, a korábbi két igazán nagy nyílt mezei csatában, 1526-ban Mohácsnál és 1596-ban Mezőkeresztesnél a törökök győztek, a Bécsi udvar időnyerésre használta fel, és napokkal később megkötötte a porta képviselőivel a Vasvári Békének nevezett szerződést, ami formailag egy 20 évre szóló fegyverszünet volt. Ezt a korszak magyar főnemeseinek egy igen jelentős része a Bécsi udvar árulásaként értelmezte, és a magyar történetírásban is a leggyakrabban a szégyen teljes jelzővel szerepel együtt a Vasvári Béke. Ugyanakkor Lipót császárt nem a magyarokkal való kiszúrás szándéka mozgatta. Egyszerűen annyi történt, hogy időközben ismét elkezdett feszülté válni a viszony a francia királyság és a német-római császárság között. Így Lipót nem köthette le magát egy hosszadalmas háborúval keleten, amikor bármelyik pillanatban szükséget támadhatott az itt harcoló csapatokra egy franciák elleni háborúban. Ez a kényszer vezetett oda, hogy Vasváron a papíron vesztes köprülő Ahmed nagyvezér olyan megállapodást kötetett a Bécsi udvar képviselőivel, mintha csak ő győzött volna Szent Gotthárnál, és nem a keresztény hatak. A magyar rendek felháborodása nem ismert határt. Két év múlva már aktívan zajlott az ország legtekintélyesebb főurai által szervezett, maga a Nádor gróf versenyényi Ferenc által vezetett összeesküvés, melynek célja a Habsburgoktól való elszakadás volt. Persze ezek az arisztokraták tisztában voltak a politikai realitásokkal. Pontosan tudták, hogy a magyar királyság függetlensége nem állítható vissza. Ugyanakkor ez nem zárta ki az ország egyesítés évszázados vágyának beteljesítését. Úgy voltak vele, ha ebben a Habsburgház nem kíván segítkezni, akkor majd menni fog török védnökség alatt, hiszen a három részből kettővel közvetett vagy közvetlen módon már úgy is a porta rendelkezett. A királyi Magyarországon élő összeesküvők és az erdélyi rendek között a közvetítő szerepet pedig egy bizonyos tököli István gróf látta Tököli azért volt remek választás, mert a rendi világ sajátosságai következtében a Habsburg uralom alatt álló Magyarországon és Erdélyben is voltak birtokai. A hebehúrgya módon előkészített, majd gyakorlatilag a kirobbanás a pillanatában hamvába holt 1670-es felső magyarországi felkerést követő Habsburg megtorlásnak, Tököli István magyarországi birtokai is áldozatul estek. Egyetlen fia, az ekkor mindössze 13 éves Imre Gróf pedig kénytelen volt Erdélybe menekülni. Addig Tököli Imre nem ismert mást az arisztokrata ifjúság gondtalan életén kívül. Itt számára különösen nehéz tapasztalást jelentett a főúrból bújdosóvá válás. A magyarországi dúsgazdagságból a lényegesen szerényebb megélhetést biztosító erdélyi körülmények közé való beilleszkedés. Vannak, akik azt feltételezik, hogy innentől datálható az ifjú Imre Grófnak a Habsburg ház iránti engesztelhetetlen gyűlölete. Tököli Imre bújdosása ugyanakkor egészen más minőségű volt, mint sok másik menekültársáé, hiszen ez az ő esetében azt jelentette, hogy nagy enyedben folytathatta a tanulmányait, és közben égett a vágytól, hogy törleszthessen elvesztett magyarországi javaiért. No meg természetesen édesapjáért. A mai szemmel egészen fiatalnak tekinthető, 40-es évei második felében járó Tököli Istvánnak, ugyanis már a felkelés akkor erősen megromlóban volt az egészsége. És nem sokkal később meghalt. Amikor a császári csapatok ostrom alá vették, árva várát, ahol ő is tartózkodott. Azt mondják, hogy az ostrom izgalmai végeztek vele, de ha volt is más alapbetegsége, az biztos, hogy a kiélezett helyzet nem használt az egészségi állapotának. Az ifjú Imre gróf azonban nem volt egyedül a sérelmeivel. Sok másik magyarországi nemes döntött a menekülés mellett 1670-71-ben. Főleg, miután a bécsi utban szakított a korábbi megbocsátó politikájával. Az 1670-ben történteket megelőző időkben a királyi Magyarország és az Erdélyi Fejdelemség konfliktusaiban ugyanis nemhogy személyi, de gyakran még vagyoni kockázata sem volt a térfélváltásnak. A Veselényi féle összeesküvésben részt vett Zrínyi Péter Horvátban. Nádasdi Ferenc országbíró és Frangepán Kristóf kivégzése azonban új idők eljövetelét sejtette is a felkérésben, illetve az összeesküvésben kisebb mértékben védkesek esetében foganatosított birtok elkobzások is erre mutattak. Így többen gondolták biztonságosabbnak, ha nem várják be, hogy döntés szülessen a sorsukról Bécsben és Erdélynek vették az irányt. A bújdosok helyzete kényes volt, ugyanis a vasvári béke egyik pontja kimondta, hogy a felek nem nyújthatnak menedéket a császár, illetve a szultán ellenségeinek. És Erdély, mint török vazallus állam, megsértette volna az egyezményt, ha befogadja a magyarországi menekülteket. Ugyanakkor szépen lassan ez a bújdosó társaság saját jogon is számottevő katonai erővé terebélyesedett, mivel Bécsben gondoltak egyet és elhatározták, hogy a magyarországi végvárakat a rebellis magyarok megfegyelmezése érdekében, legalábbis részben, idegen zsoldosokkal töltik fel. Az így hirtelen létszám felettévé vált, ám a korábbi török ellenes harcokban megedződött magyar katonasságot pedig szélnekeresztették. Ezeknek meg a többsége meg sem állt a bújdosok táboráig. Az elcsapott végvári vitézekkel kiegészült bújdosok pedig már 1671 őszétől komoly fejfájást okoztak Bécsnek. Hiszen a rajtaütéseik épp azt a felső magyarországi területet érték, ami már kellőképpen távol volt Bécstől, és az erdélyi fejedelmi központ a Gyula is ahhoz, hogy bármelyik fél is ténylegesen gyakorolni tudja a hatalmat fölötte. Bár hivatalosan a királyi Magyarország részének számított. Az 1670-es évek nagy részében az sem volt egyértelmű, hogy kivezeti ezt a társaságot. Hivatalosan az egykori összeesküvő Nádor unokaöccse, Veselényi Pál volt a parancsnokuk, ám a bujdosokkal papíron közösséget nem vállaló, amiket titokban mégis támogató apafi Mihály Erdély fejedelem, viszont megbízható emberét Teleki Mihályt szerette volna az élükön látni. Ebből természetesen viszály kerekedett, ami megosztotta a bujdosok táborát. Volt, aki Veselényit pártoltam, mások meg inkább Telekihez húztak. A helyzetet bonyolította, hogy mind Apafi Mihály, mind a Porta meglátta a hasznos eszközt ebben a senki sem tartozó, és ezért komolyabb következmények nélkül felhasználható társaságban. Apafi elsősorban az erdélyi fejedelemség területeit nevelte volna meg a bújdosok segítségével. Ezért is volt fontos számára, hogy az állam nyugati végvidékért felelős kővári kapitány Teleki Mihály vegye át a vezetésüket. A törökök azonban abban voltak érdekeltek, hogy távol tartsák a bujdosokat Erdélytől, hiszen így nem kellett felelősséget vállalniuk a tetteikért, és a bujdosok felső magyarországi betöréseit azok magánakcióiként magyarázhatták a náluk esetlegesen felháborodottan protestáló, a vasvári béke lobogtató császári követeknek. A bujdosok és élőkön teleki pozícióit erősítette, hogy időközben kirobbant a francia-holland háború, melyben a német romai császárság a hollandok oldalán vett részt. Így 14. Lajos francia király 100 ezer tallért fizet az erdély fejedelemnek és a bujdosoknak annak érdekében, hogy zsoldosokat felfogadva és rendesen magukat felfegyverezve indítsanak hadjáratot a császáriak hátországa ellen. A franciák támogatása együtt járt a porta jóváhagyásával is. Így a bújdosók 1678 szavaszán már egy erdélyi, lengyel és tatár zsoldos sereggel kiegészülve indulhattak meg felső Magyarország bányavárosai ellen. Ez az a hadjárat, amelyben először kitűnik az ekkora már nagykorúvá vált tököli Imre, hiszen képes meghódoltatni a bányavárosokat, sőt, még az alanyáról híres körmezbányát is beveszi. Az ifjú gróf gyakorlatilag fél év alatt küzdi fel magát a bujdosok legfelső vezérkaráig, amit nyugodtan tekinthetünk üstökösszerű felemelkedésnek is. Ezt egyfelől saját kvalitásainak köszönhette. Tököli ugyanis ösztönösen jó vezetőnek és a remek hadvezérnek bizonyult másfelől pedig a társadalmi helyzetének lehetett betudni. Imre Gróf ugyanis az erdélyi magánbirtokai révén képes volt független maradni az erdélyi fejedelemtől. Nem úgy, mint az apafi feltétlen híveként működő Teleki Mihály, vagy a földön futóként fejedelmi támogatásra szoruló veselény. A kiemelkedő képességhez azonban nem minden napi ambíciók is kapcsolódtak. Tököli egy pillanatig nem gondolta, hogy neki az lenne a dolga, hogy hadakozásaival az erdei fejedelemnek kaparja ki a gesztenyét. Bár az is tény, hogy még hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy a bújdosok kizárólagos vezérükként fogadják el. A francia király és a német-római császár 1679 elején megkötik a négy megeni békét, aminek egyik pontja azt is kimondta, hogy a szerződés vonatkozik a francia király szövetségeseire, így az erdélyi fejedelemségre is. Ez egyszerre jelent csapást az újra gazdátlanná lett bujdosókra, és teremti meg a lehetőségét annak, hogy Tököli Imre magához ragadja a vezéri buzogányt. A bujdosok vezére, Teleki Mihály ugyanis betegségre hivatkozva letette a vezérséget, és a helyére Apafi Mihály Tököli Imrét jelölte ki. Véletlenül ezért döntött így a fejedelem, mert vesélényivel ellentétben tökölire a birtokai miatt erdélyi alattvalóként tekintett, és a fiatal, tapasztalatlan vezéren keresztül szerette volna megőrizni a befolyását a bújdosok fölött. Egyes beszámolók szerint azonban Veselényi nem hagyta magát, és az 1679-es esztendő folyamán két táborra szakadtak a bújdosok. Még kisebb ütközeteket is vívtak egymással. Ám ezt a szembenállást 1680. januárjára, mintha elfújták volna. Tökölit ugyanis ekkor választják egyhangulak vezérük ki a bújdosók. Első támogatója ebben pedig nem más, mint Veselényi Pál. Hogy mi történt pontosan, azt nehéz felfejteni. Valószínűleg jelentős ér volt tököli mellett, hogy a haditetteivel és a vezetői tehetségével képes volt megnyerni magának a bujdosok között működő végvári katonákat, akik egyértelműen a professzionálisabb rétegét képezték a hadnak. Illetve sokat nyomott a ladban, természetesen apafi Mihály szava is, hiszen az ekkora már magukat kurucnak nevező bujdosok tőle számíthattak egyedül anyagi támogatásra. Tököli megválasztásával egy kézbe kerül a kurucok vezetése, és ez már a porta figyelmét is felkelti. Mivel a törököknek addig nem volt kialakított elképzelésük arról, hogy mihez is kezdjenek ezzel a társasággal azon túl, hogy elégedett hümögéssel nézték, hogyan siker koronázza a Bécsnek jelentős károkat okozó ötletszerű vállalkozásaikat, és ezért cserébe engedték, hogy hodoltsági területeken táborozzanak. 1680 februárjában Kara Mustafa nagyvezír megbízottja Abdurrahman Aga a kapcsolatba lépett tökölivel, és biztosította a port a támogatásáról. De ami még fontosabb, ez a támogatás nem csak a bécseleni halakozásra vonatkozott, hanem arra az esetre is szólt, amennyiben tököli Erdély ellen fordulna. A koruc vezér nemzetközi tekintélyét az is megnemelte, hogy csapatari már 1680-ban a vágvölgyében portyáztak, és bebetörtek Morvaországba is. Így Tököli Imre ebben az évben már saját jogán közvetlenül, és nem az erdélyi fejedelem megbízottjaként tárgyalhatott Lipót császár követeivel. A jelentőségével tisztában lévő Tököli a császártól hét felső magyarországi vármegye átadását követelte, amit saját fejedelemségeként kívánt kormányozni. Ezt Bécs természetesen elfből elutasította. Bár nem rendelkezett azzal a katonai erővel, amivel távol tartatta volna a kurucokat a tököli által magáinak vindikált területektől. Sőt, a kurucvezér 1682-ben török és a porta utasítására küldött erdélyi segédcsapatokkal kiegészülve egy 50 ezres hadélén nem csak a korábbi két vármegyét volt képes katonai is birtokba venni, hanem hozzá tudott csapni még hatot. Felső Magyarország az oszmán iratokban Orta Magyar, azaz Közép-Magyarország néven jelenik meg. Így a győztes hadjárat végén a szultán tököli imrét Orta Magyar királyává tette meg. A súlyos katonahiányban szenvedő császári oldal mindezt kénytelen volt tétlenül végignézni, mivel a csapataik csak a királyi Magyarország nyugati részének, és ezeken keresztül természetesen Bécsnek a biztosítására voltak elegendők. Persze Lipót követei tiltakoztak negyedik meg szultánnál, és jogászkodással próbálták jobb belátásra bírni a török uralkodót. Érvelésük szerint a szultán nem biztosíthat szuverenitást a magyar király alatt valójának minősülött minősülő tökölinnek olyan terület fölött, amit papíron a törökök el sem foglaltak. Ezek a kétségtelenül megalapozott jogi agályok azonban egyáltalán nem hatották meg a portát. Ha egy országot valamely padisak lovának a lába megtisztelés szerencséltet, az az ország az övé. Tolmácsolták a meglepet követeknek. Ez azt jelentette, hogy a szultán Magyarország egészét a magáinak tekinti. És így a területéből annak ajándékozza darabokat, akinek csak akar. Az Oszmán Birodalom nem először ajánlott már fel nem birtokolt magyarországi területeket másoknak. Bár ezek a mások rendszerint az erdei fejedelmek voltak. Kapott ilyen kinevezést Bocska István, Betlen Gábor, de még Apafi Mihály is az 1663-as hadjárat idején. A porta valós szándékait azonban jól jelzi, hogy a törökök által megszállt és a saját közigazgatási rendszerükbe betagolt magyar területekből, ha rajtuk múlt, soha nem engedtek át egy talpalatnyit sem. Persze mindig tudták, hogy a Habsburg uralommal szemben elégedetlen magyar méltóságok mit akarnak hallani. Így gyakran kecsökkették őket a hőn állított országegyesítés déli bábjával. Ám ezt egy pillanatra sem gondolták komolyan. A tényleges tervük Magyarország betagolása volt az Oszmán birodalomba. Ám ezt csak Bécs elfoglalásával tudták volna megvalósítani. A császárvároshoz való eljutásban pedig nagy szolgálatot tehettek nekik a Habsburgokkal szembeforduló magyar urak, illetve erdélyi fejedelmek. Az pedig, hogy tököli hadjárat a minimális áldozatok mellett ilyen fényes sikert hozott megfelelve azzal a tényel, hogy épp befejeződött az oszmán birodalom nagy ukrajnai hadjárata, és máshol sem volt szükség az így felszabadult csapatokra, Felcsillantottak arra Mustafa nagy előtt annak reményét, hogy talán eljött a várva várt pillanat Bécs bevételére, és azon keresztül Magyarország végleges bekebelezésére. A Bécs tétovázásával 1664 óta elégedetlen magyar rendek 1682-re szembesülnek annak tehetetlenségével is, hiszen mással nagyon nem lehet magyarázni Tököli Imre kurucainak diadalmenetét. Így aztán, amikor 1683 nyarán Kara Mustafa egy nagy szulajmán nem látott, hatalmas haderő élén megindul Belgrádból Bécs felé, jóformán nem akadt senki Magyarországon, néhány tiszteletreméltó kivételtől eltekintve, mint például Eszterházi Pál, vagy a meggyőződéséért rapságot is vállaló Kohár István, aki hajlandó lenne szembeszállni vele. Ebben érdeme van Tököli Imrének is. Neki sikerrel győzi meg a nagyvezírt arról, hogy ha engedi, hogy az ő kuruc csapatai vonuljanak be elsőként a megszállandó területekre, akkor azok karcsapás nélkül meg fognak hódolni. És így is történt. Az ország legnagyobb főméltóságai járulnak egymás után Tökölé és a nagyvezír elé, hogy biztosítsák őket hűségükről. Az ekkor már kuruc királynak nevezett felső magyarországi fejedelem pedig nagyvonalúan osztogatja szét közöttük a császár pártján megmaradt birtokait. Ugyanakkor tökéli láthatóan nem tett fel mindent egy lapra. A 20 ezer emberből álló seregét igyekszik távol tartani komolyabb harcoktól. Sem a Bécs előtt álló török ostromtáborhoz, sem a császár város alól később visszavonuló török hadhoz nem csatlakozik. Mert hogy a dolognak visszavonulás lett a vége. Ugyanis a Bécsi ostromzárat az Egyesült német római és Lengyel hadak sikerrel számolják fel Kálemberknél 1683. szeptemberében. Ennek a csatának a emlékezetes pillanata, amikor a Szobieski János lengyel király által személyesen vezetett uszárok nevük ellenére ez egy nehéz csapat nem volt. Roma legázolja az oszmán haderő elitjének számító Jani Csárokat. Az Egyesült Keresztény seregránásra visszavonuló török seregnek is érzékeny veszteséget okoz, amikor párkánynál beírja azt, és ismét súlyos vereséget mér rá. A két nagy csata egyikében sem volt ott tököli serege, ami nem is került el a törökök figyelmét, és bár csábító gondolat volt a kuruc királyra tolni hadjárat elvesztésének teljes felelősségét, azt azért a portán is tudták, hogy tökölinnél rangosabb fejnek kell ezért leulnia. Ennek megfelelően az év végére Belgrádba visszatérő Kara Mustafát Sejm Zsinórral fogadták. A vereségek után természetesen a korábban tökrínek, és a törököknek meghóduló magyar urak ugyanazzal a gyorsasággal tértek vissza a császár pártjára. Leszámítva természetesen a korúc királyt. Neki továbbra is megátalkodottan hitt a török legyőzhetetlenségében. Az urak gyors térfélváltása is érthető abból a szempontból, hogy tetteiket a személyes érmeiken túl nagyrészt az ország egyesítés gondolata vezette. És 1883 őszétől már jól látható volt, hogy ez a projekt nem a proféta, hanem a Habsburg dinasztia zászlaja fog megvalósulni. Tököli azonban nem tágított az elképzelésétől. 1684-ben még ő indított támadást maradék híveivel a császár oldalára visszatért magyarországi területek ellen. Ám erőit a kezdeti sikerek után a császáriak apránként felmarzsolták. Ráadásul a portához segítségért folyamodó Kuruc az új nagyvezír Ibrahim Pasa váradon tömlözbe vetette, és egy kedvező békeszerződés reményében felajánlotta, hogy kiszolgáltatja Bécsnek. Az alkúból végül nem lett semmi, mert Tököli nem ért annyit Bécsnek, hogy a megszerzett lendületet hagyja semmibe veszni a Kuruc király példás megbüntetéseért cserébe. De az elég volt, hogy jóformán a semmire redukálja Tököli magyarországi támogatását. Még a legrégebbi kurucai közül is sokan zászlót cseréltek ekkor, mert ők is megértették, hogy az ország egyesítésének és a török kiűzésének ugye fontosabb, mint a Kuruc lavancvita. Tököli maga is tudta, hogy nincs visszaút innen. Így amikor kiszabadult a börtönből, onnantól kezdve lényegében az oszmán hadsereg tagjaként szolgálta tovább a portát. Még egyszer egy rövid időre felragyogott a szerencse csillaga, amikor Apafi Mihály a 1690-es halálát követően egy zömében már törökökből és tatárokból álló sereg élén betört Erdélybe, és az ernyesti csatában megvert az erdélyi és császári csapatokat. A csatatéren vesztette életét tököli tatárja ellen harcolva az egykori bújdosó vezér Teleki Mihály is. A győzelem után az erdélyi rendnek, más választásuk nem lévén, megszavazták tököli terdei fejedelemnek. Ám ez pünkösdi királyságnak bizonyult, mivel tökölit és a seregét néhány héten belül kiszorítja az országból a Bádani vezette keresztény had. Tököli Imre katonai pályafutása 1697-ben, az Entai csatatéren ért véget. A felszabadító háború utolsó nagy török vereségének színhelyén, ahol az egykori kuruckirály király egyes beszámolók szerint kénytelen volt a halottak között meghúzni magát, és csak az éj leszállta után merte megkísérelni a menekülést. Az 1699-ben megkötött karlócai békeszerződésben tököli sorsáról is rendelkeztek. Ez szerint az oszmán birodalom ázsiai részében kellett letelepednie, és a kis ázsiai izmitben halt meg 1705-ben. Néhány nappal a 48. születésnapjáratt. Még értesülhetett róla, hogy nevelt fia, második Rákóczi Ferenc új felkelés robbantott ki Magyarországon. Bár ezt már valószínűleg nem tudta, hogy Rákóczi a gyanúját is került annak, hogy őt bármilyen módon is összemossák a törökös tökölivel. Mert a török szövetség ekkora már megbocsátatatlan bűnnek számít az országban, függetlenül attól, hogy mennyire jogos sérelmek vezették a szultán táborába az elégedetlenkedőket. Magában véve minden lépés jogos útsága indokolható, csak éppen a folyamat egészen nem. Magyarország ugyanis, amikor a nagy fordulat elkövetkezett, a nemzetközi politika ország útján keresztben állt egy olyan lehanyatló hatalom segíderőjeként, amely neki tulajdonképpen legrégibb igazi ellensége volt. Írta erről az időszakról Kosári Domokos, és hozzá kell tennünk, hogy az általán említett keresztben állásban Tököli Imrének meghatározó szerepe volt. Miközben a legjelentősebb politikai eredménye annyi volt csupán, hogy az eleve is három része szakadt országból sikerült kikanyarítani egy negyedik darabot is. Ezt a cikket hoztam ezen a héten elvitelre. Ha kíváncsi ehhez hasonló és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.